Szigorított bevándorlás politikáján az olasz kormány. Egy új rendelet szerint jobban ellenőrzik az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások tartózkodási kérelmét, sőt az őket foglalkoztató cégeket is komolyabban ellenőrzik majd. Az illegálisan érkező bevándorlók azonosításán is szigorítottak, valamint a földközi tengeren migránsokat összegyűjtő civil szervezetekre is új, a korábbinál szigorúbb szabályok vonatkoznak mostantól. Nagy tömeg gyűlt össze a migránsok körül Lampedusa egyik strandján, miután az illegális bevándorlók csónakja a fürdőzők között kötött ki. Néhány helyi lakos törölközővel és információval látta el a mintegy 40 férfiből álló csoport tagjait. A migránsok többsége egyiptominak vallotta magát, de voltak, akik azt állították, hogy Bangladesből vagy Pakisztánból érkeztek. Származásuk igazolásához azonban ez már nem elég. A római kormány szerdán kiadott rendelete szerint az illegális bevándorlók azonosításához az olasz hatóságok ellenőrizhetik a mobileszközeiken lévő fotókat. Ezt akár a bíróság is elrendelheti, ha a migráns nem hajlandó átadni a telefonját. Az új intézkedések tovább szigorítják a földközi tengeren aktív civil szervezetek munkáját is. Mostantól arra kötelezik a migránsok felkutatására használt légijárműveket, hogy az illetékes területi hatóságok utasításait kövessék, ellenkező esetben az eszközöket lefoglalják. Az úgynevezett NGO-kat pedig akár 4 millió forintnak megfelelő összegre is büntethetik, ha megszegik a szabályokat. A kormány rendelete mellett megerősíti a korábbi gyakorlatot, miszerint a személyi dokumentumok nélkül érkező illegális bevándorlókat az olasz hatóságok feltartóztathatják és táborban helyezhetik el. A római kormány igyekszik fellépni az embercsempészek ellen is. Az olasz miniszterelnök múlt héten a bűnszervezetek elleni küzdelemre szólította fel az ENSZ közgyűlését. Azzal a több tízezer emberrel kapcsolatban, akik reménytelen utazásra vállalkoznak, hogy illegálisan jussanak be Európába, az a célunk, hogy garantáljuk a jogaikat, és ne kelljen kivándorolniuk csak azért, mert nincs más választásuk. Ebből a kétségbeesésből az egyre erősebb és vakmerőbb bűnszervezetek profitálnak. Egy évvel ezelőtt erről a pódiumról javasoltam, hogy hirdessünk globális háborút az embercsempészek ellen, és örömmel látom, hogy ez a felhívás nem talált süket fülekre, fogalmazott Giorgia Meloni. Az illegális migráció mellett Róma szigorított az Európai Unión kívülről legálisan érkező vendégmunkások ellenőrzésén is. Az új kormányrendelet szerint digitalizálják a munkavállalási rendszert, központi elosztás helyett pedig ezentúl tartományonként és ágazatonként mérik fel, hogy hol mennyi időre és mekkora létszámú munkaerőre van szükség. Így akarják elkerülni, hogy fiktív cégek kérvényezzék a vendégmunkások vízumát. Újdonságnak számít, hogy az idény munkára kapott tartózkodási engedély lejártával a vendégmunkásnak 60 nap áll rendelkezésére új munkahely keresésére. Aki két hónap alatt nem tud elhelyezkedni, az illegális bevándorlónak minősül, és kiutasíthatják Olaszországból.